Páldi Ede, az Éles Simon Kertbarát Egyesület elnöke negyedik éve vezényli le a dombóvári borversenyt. Az előző elnökök technológiáját folytatja, azt mondja, eléggé bejáratott már a verseny, de azért újdonságot mindig lehet beletenni. Az aranyérmes oklevelek mellé egy aranyérmet is fogunk adni, hogy ne csak egy papírt vegyen kézbe a tulajdonosa, hanem legyen jobban kézzelfogható emléke is róla. Idén először csináljuk azt, hogy az évborait, mert minden évben a bíráló bizottság kiválasztja az év legjobb fehérborát, rozéborát és vörösborát. Ezeket most fölcímkéztük, és a meghívott vendégek asztalára fogjuk tenni, ezzel tiszteljük meg őket, hogy elfogadták a meghívásunkat. A szokásosnál kicsivel kevesebb bormintát adtak le a versenyzők a megmérettetésre. 75 mintából 32 vörös, 16 fehér, 12 rozé, 4 küvé és 1 mézbor érkezett. Dombóvár polgármestere Pintér Szilárd örül annak, hogy idén már zökkenőmentesen megtarthatják a borversenyt, ugyanis a pandémia ezt nemrég még megakadályozta. Két évtizede elkezdték a járást is járni, és kezdtünk vidéken is borversenyeket szervezni. Ezt mind a több célú társulás elnöke tudom bizonyítani, hogy mind a 16 települést megkeresték, és több mint 10 helyen folyamatosan a mai napig is tartanak borversenyt. Gyakorlatilag mondhatnám, hogy a Dombóvári Kertbarát Egyesület a borlovagok a dombóvári járásba, hiszen évről évre veszik a fáradtságot, és ahol meghívják őket, mindenhol elbírálják a borokat, szőlőtermesztés tekintetében ehhez kapcsolódó meccés, művelés és permetezés tárgyában is nagyon sok segítséget nyújtanak. A Dombóvári Kertbarát borbíráraton az év fehérbora díjazásba részesült a Boda Tevez családi pincészet. Az év rozébora Csiszár László borász élet. A legfiatalabb borász pedig Pálfalvi Roland Sirach nevű borával az év vörösbora címet nyerte el.